Magyar ellenes molinóval rukkoltak elő tegnap az Úzvölgyi temetőben ünneplő és lakomázó román nacionalisták. A fogalmazási és helyesírási hibáktól hemzsegő felirat Mongóliába küldi a magyarokat, valamint megállapítja, hogy Magyarország nincs Európa térképén. A nacionalisták azt is kifogásolták, hogy az iskolákban a zsidók történelméről és a holokausztról tanulnak a diákok. Ismét bevonultak az Úzvölgyi katonatemetőbe a román nacionalista szervezetek, ezúttal a román hadsereg napja ürügyén. Ez október 25-én van, ám a nemzetútja Kálián elmúlói, illetve az ortodox testvériség Frecia ortodoxa mintegy 200 hívével már vasárnap délután az Úzvölgyébe sietett. Erre felhívásuk szerint azért volt szükség, mert a magyar politikai szervezetek óriási nyomást gyakorolnak a hatóságokra az általuk felállított újabb keresztek eltávolítása érdekében. A tömeget terített asztal várta a temetőben, a résztvevőknél nyíltan magyar ellenes molinó is volt. Feliratán, melyen egymást érik a fogalmazási és helyesírási hibák, visszaküldik a magyarokat Mongóliába, ahonnan jöttek. A molinó ugyanakkor azt is megállapítja, az 1919-es román bevonulásra utalva, hogy Magyarország nincs Európa térképén. Egy másik zavaros és hibás román szöveg szerint a barbár magyarok rablási szándékkal érkeztek vidékeinkre 1290-ben. Ezt követően a mongol magyarok családjaikat is idehozták. Mihály Törnavianu kijelentette, bármit megtesznek azért, hogy a fakeresztek a helyükön maradjanak. Európa és külföld ellenes beszédében a külföldi vendégmunkások ellen is felszólalt. Arról is beszélt, hogy a romániai iskolákban háttérbe szorul a román történelem oktatása, miközben a diákok a zsidók történelméről és a holokausztról tanulnak. Avem idealul, ca această țară să fie condusă de români. Eszményünk, hogy az országot románok vezessék. Eszményünk, hogy ne diktálja nekünk senki kintről, hogy mit csináljunk. Hogy ezt az eszményt romba döntsék, kivették a nemzeti tantervből a románok történelmét. Nincs már ilyen tananyag a középiskolai tanrendben. Mit tettek a helyébe? A zsidók történelmét. A megemlékezés gyertyagyújtással és lakomával folytatódott. Az ünnepség végén román zászlót húztak fel arra a zászlórúdra, melyre augusztus végén a Csíkszentmárton község által szervezett ünnepségen magyar nemzeti lobogót vontak fel. Mihály Törnavianu múlt hét közepén is járt a temetőben. Viasszal és favédőszerrel kenték be a július 8-án önkényesen felállított 151 fakeresztet, amelyeket a bírósági végzés nyomán június végén eltávolított 50 betonkereszt helyére emeltek. A Védelmi Minisztériumnak alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal 2019. júniusi összegzésében tisztázta, hogy nem Úzvölgyében temették el azokat a román katonákat, akiknek a nevét a román nacionalisták megemlékezésein rendre felolvassák.